Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Régebben, már elég régen csináltam egy videót, ami a diszkósokról, a DJ-kről szól. Azokról, akik valahol magukat művésznek képzelik, tartják, és egy kicsit talán, sőt valamelyikük talán jobban is, azok is. Én akkor elmondtam erről a véleményemet, ami nyilván nagyon soknak nem tetszett, de hát ez ilyen dolog. Megint visszamegyünk egy kicsit a diszkósok világába, ugyanis egy ilyen csak furcsa élménnyel gazdagodtam, de előtte egy picit menjünk vissza megint a múltba. Mikor én elkezdtem először ezekre a szórakozó helyekre járogatni, mint vendég, annak fiatalon, nyilván az időtávlat miatt is teljesen más volt ennek a funkciója, máshogy működtek. Annak idején ezek a szórakozó helyek ugye egy darab díszjokéval, diszkóssal dolgoztak, akinek az volt a feladata, hogy mint ma is valahol, ugye a közönségnek a szórakoztatása. De ellentétben a mai diszkósokkal, lemezlovasokkal abban az időben teljesen másfajta irányzata volt egy ilyenfajta munkának. Ott mindig az aktuális slágereket játszották, egy kicsit visszamentek néha a múltba, volt egy tematikája, ami szerint ez a szórakozóhelyen szolgáltatott zene felépült, és ha te akármelyik szórakozóhelyre elmentél bárhol, mondhatom így talán az egész országban, akkor szinte ugyanazokat a zenéket hallgattad itt-ott-amott. Nyilván nem egyforma sorrendben, nyilván valamelyikből volt, valamelyikből kevesebb, de körülbelül a napi aktuális slágereket hallottad. Közte összekötő szöveggel, majd voltak ezek az úgynevezett lassú blokkok, amikor ugye lehetett ismerkedni, stb. Akkor egy diszkós nem keresett olyan összegeket, amivel meg lehetett élni, inkább ilyen kisegítő, másodállásszerű mutatvány volt ez az egész. Azt nyilván, hogy mentünk előre az időbe, ugye egyre jobban kialakultak a saját stílusú, saját egyéni zenét játszó diszkósok, és köztük kiemelkedtek olyanok is, akik saját maguk zenéket csináltak. Ami nekem nem igazából tetszett, az volt, hogy annak idején lehetett például kérni diszkósoktól zenéket. Tehát oda ment a diszkós, és megmondta, hogy te ezt szeretnéd. Nyilván nem egy, mit tudom én, opera dal részletről, vagy nem egy népdalról beszélek, hanem ami beleillett a diszkónak a tematikájába, de bármilyen slágert kérhettél. Ez idő elmúlt, ugye a diszkósok összerakják előre a szettjeiket, és nagyon-nagyon nehezen változtatnak rajta, csak akkor elsősorban, hogyha látják, hogy az a fajta zene, éppen amit ők összeraktak, az nem igazán megy a közönségnek, nem megy át. De vannak olyan diszkósok, akik ezt is leszarják, fölveszik a pénzüket, és pontosan azt a zenét fogják nyomni, amit ők elképzeltek. Erre lehet azt mondani nyilván, hogy tudja mindenki, hogy milyen diszkós, milyen zenét játszik, most a nagy nevű DJ-kről beszélek, ha valakinek nem tetszik, akkor nem kell menni arra a szórakozó helyre. Igen, ez is egy nézőpont, de én azt szeretném megközelíteni, nem azokra a közönség részre gondolok, aki célzottan megy egy DJ után, vagy egy DJ miatt egy helyre, hanem az átlag állampolgárokról beszélek, akik mondjuk hétvégenként, vagy két hetente, három hetente, havonta egyszer szeretnének elmenni egy szórakozó helyre, és ott jól érezni magukat. Tehát mondjuk aktuális, vagy picit régebbi slágereket is hallgatva jól érezni magukat, nem feltétlenül egy adott stílusú diszkós után menve, mert lehet, hogy mondjuk nem szeretne ezért elutazni 50, 60, 80, 100, akárhány kilométer, hogy olyan zenét hallgasson, amit akar. Most ez már nem nagyon van, ugye speciális irányzatú szinte minden DJ, nagyon kevesen játszanak mindenféle diszkót, vannak ugye különböző, nem menjünk már be beled, azért egy-két stílus megengedve, ilyen-olyan minimál, akkor vannak retro diszkósok, akkor vannak olyan diszkósok, akik mit tudom én, csak house-t játszanak, azon belül is 650 ezer féle stílus van, ez mind-mind kinek mi az igénye, ugye elmegy rá. De mondom, én azokat szeretnék megcélozni, azt a fajta közönséget, aki egy bulit szeretne, egy jó bulit, ahol többféle zenei stílus is megfér, és éppen, ha mondjuk egy kicsit idősebb, akkor valahol a fiatalságát is visszaidézi, de ugyanakkor nem kell neki több órán keresztül Schlager Múzeumot hallgatni, tehát a napjaink zenéje is belefér. Na most ilyen DJ marra kevés van, sőt, szinte nem is tudom, hogy van-e egyáltalán, aki képes ennyire rugalmasnak lenni. Egy dolgot tudni kell, hogy az a DJ, aki ezt felvállalja, annak csak a közönség igényével kell foglalkozni, és az épp aktuális ott lévő közönséggel. Tehát nem az a lényeg, hogy én most összeraktam a kis pendrive-omra, vagy akármilyen adathordozomra valamilyen pakkot, valamilyen zenét, és ott azt le fogom nyomni, ha tetszik, ha nem.
és akinek nem tetszik, az mehet a picsába. Általában ez egy elég erős DJ szemlélet. Nem tudom, hogy hosszú távon jó-e. Ha miért állnak az emberek egyáltalán egy zenész szórakozó helyre, ugye több dolog miatt. Az egyik, egy legfontosabb mondjuk a zene, annak a fajtája, a minősége. A másik ugyanilyen fontos dolog, hogy ott sokan legyenek, ugye tömeg vonzza a tömeget, tehát akármilyen igényes zene van mondjuk egy jó helyen, ha ott nincs meg senki, akkor nem mennek be az emberek. De ugye fordítva is igaz, hogyha nincsenek sokan, akkor sem mennek be, tehát még egyszer ugyanezt elmondtam, tehát teljesen mindegy, hogy milyen a helynek a tömegvonzás, ha nincsenek sokan, vagy szar a zene, akkor az mindenképpen hátrányba fogja rakni ezt a helyet, és nem igazán fognak az emberek oda bemenni. Tehát ezt a kettőt össze kell kapcsolni. Hogy lesznek sokan egy helyen? Nyilván akkor, ha a zene is olyan. Most milyen a zene? Ugye erről beszéltem, ugye vannak a réteghelyek, ami aktuálisan megcélzott zene irányzatokba játszik a DJ, és oda elmegy valaki, és vannak azok, amikor éppen a DJ a napi slágereket és az éppen aktuális zenéket játsza, de ez a ritkább. Ez röviden összefoglalva, amit szerettem volna mondani. Na most valamelyik nap ért engem egy furcsa és talán kellemes meglepetés, ami talán visszahozta kicsit a régi időket. Én nem nagyon ismerem a mostani DJ-ket, körülbelül tudom, hogy ki mit játszik, mit nem játszik, nem is olyan érdekel, nem az én korosztályomat célozták meg. Ha dolgozom valahol, akkor nyilván szét kell hallgatnom, de különösebben nem érdekel. Az, amikor nagyon-nagyon elkezdenek művészkedni, és mindenképpen rá akarják erőltetni a saját stílusokat a közönségre, az nem nagyon tetszik. Ugye erre meg így lehet azt mondani, hogy nagyon jól tudta a közönség, hogy ő lesz ott, akkor minek megy oda. Hát a közönséget kell elsősorban szerintem egy DJ-nek kiszolgálni, és nem pedig az önön nagyságát minél jobban kiélni. Nem mondja senki azt, hogy teljesen hazudtolja meg magát, és olyan zenéket játszol, amit ő nem szeret, bár igazából neki az a dolga, mondom, hogy a közönség igényét kiszolgálja, és nem pedig szeretem, nem szeretem dolog. De persze, nyilván lehet azt mondani, hogy nem kell oda menni. Na most, amit most tapasztaltam, amiről végül is szeretnék egy picit beszélni, egy úr, akit én csak névről ismertem, meglátogatott egy szórakozóhelyet, ahol én is ott voltam. Az urat úgy hívják, hogy Pixa. Biztos sokan ismeritek. Én igazából nem sokat tudtam róla, hallottam, hogy zenével foglalkozik, és kb. Ennyi. Meg az, hogy elég sokan szeretik. Azt tudtam elsősorban, hogy ő így diszkósként is dolgozik, és így is éli a kis életét, illetve ebben a műsorszámokban is részt vesz. Na mindegy, ezen a szórakozó helyen ő volt, hatalmas üdvőalgás fogadta a közösség részéről, mondom, biztos valami jó dolog lesz, de aztán majd meglátjuk már, ami a fiataloknak tetszik, az nem függvénye, hogy nekem is kell, hogy tetszen. A lényeg az egészben az, hogy egy olyan fajta, hát nem lehet azt mondani, hogy zenét játszik, mert nem egyfajta zenét játszik. Ő inkább, úgy látom, legalábbis én ezt vettem el az egészből, hogy a közönségnek az összes, ott lévő közönség összes szegmensét megcélozza. Itt akár, aki ismeri a munkásságát, vagy aki hallott, vagy látott egy-két klippet tőle, vagy látta egy szórakozó helyen, itt a kis grofótól kezdve a legújabb slágerekig, egészen egy-két igazán kattogós zeneszámig mindent játszik, és marhó minőségben összemixelve az egészet. És azt figyeltem meg, hogy ha meg is van ez neki egy blogba, attól függetlenül marad gyorsan tud váltani, ha a közönség éppen vevő vagy nem vevő rá. Na most valaki sokan gáznak tartja, amikor egy szórakozó helyen, mondjuk éppen az előbb említett művész urat, kis grofóra gondolok, mondjuk egy diszkóba aktuális slágereit lejátsza, de tudomásul kell venni, hogy ezek akkor is slágerek, és igenis, kevés embert láttam, amikor mondjuk konyhába főzés közben, vagy éppen vezetés közben megszól a rádióból valamelyik mulató zene száma, akkor nem kezdi el vagy dudolászni, vagy pedig a lábával ütemesen verni a padlót, mert igenis, most lehet ezt mondom fikázgatni, meg igénytelenek tartani, attól függetlenül a ritmusa az elviszi az embert, meg a dallamvilága. Tehát az, hogy most mi az igényes, mi az igénytelen, nem tudom. Ez megint egy réteg kérdés, ugye azt mondják, hogy marha igényes a, mit tudom én, ilyen-olyan két-három taktusból álló akármilyen house zene, nem tudom, marha igénytelen mondjuk a akármilyen mulatós. Én azt mondom, hogy van jó zene, meg szar zene, mint azt már sokan megmondták, és igazából szerintem senkinek nem kell beleszólni ebbe az igényébe. Azt mondom egy szórakozó helyen, hogyha minden réteg, aki ott van, meg van célozva, soha nem baj. És azon döbbentem le, hogy itt azért nagyon fiatalok is voltak,
ezen az adott szórakozó helyen, és hiába ment el ebben mulatós irányba, akkor is vették alapot a fiatalok, és nem feltétlenül tök részegen, de nagyon vidáman énekelve, táncolgatva jól érezték magukat, és egy ilyen, hát egy jó fél órás, 40 perces blokkot lenyomott az úr, és óriási sikere volt. Na most nagyrészt fiatalok voltak nyilván a szórakozó helyen, de az idősebbeket is láttam, hogy nyomják az ő zenéjére. Nyilván minden diszkós más, mindenkinek van egy ilyen-olyan stílusa, és ugye van az a fajta réteg, aki a közönséget akarja kiszolgálni. Hogy melyik jobb, nem az én tisztem eldönteni, az biztos, hogy az a fajta művészieskedés, amit egyes DJ-k így a magukénak tettek, hogy márpedig én akkora művész vagyok, hogy akkor is azt fogjátok hallgatni, amit én játszok, ha tetszik, ha nem, azt szerintem hosszú távon nem fog működni, vagy akkora egyéniségnek kell lenni, és akkora dolgot kell lerakni az asztalra, ami igenis azt a közönség meg fogja enni. Hát ilyen nem sok van, vagy ha van is, akkor ilyen törpe életűek ezek a karrierek. Mondhatnék egy-két nevet, de nem akarok senkit se behúzni ebbe, meg úgyis tudja mindenki, hogy feltűnnek, diszkósok eltűnnek. Nagyon kevesen vannak olyan, akik hosszú-hosszú évek óta placon tudnak maradni, és viszont az a fajta diszkós, akit én most ugye mondtam, hogy a közönség igényeit próbálja kielégíteni, attól függetlenül van egy saját stílusa. Tehát azért mondom, a kettő azért nem feltétlenül üti egymást. Tehát azért, hogy valakinek van egy ilyen stílusa, attól még bőven ki lehet szolgálni a közönséget, nyilván figyel minden rezdülésére, bejön nekik, nem jön be nekik, és nem az a reakciója, hogy már pedig itt én vagyok a nagy király, és azért vagytok itt, hogy ezt a akármit, amit én játszok, ezt megegyétek. Ez mondom, csak nagyon-nagyon kevés embernek fog menni, és mondom nagyon nagy egyéniségeknek. Tehát ha valaki diszkósok közül szeretne hosszú ideig szerintem talpon maradni, igenis az egyéni stíluson kívül tudni kell a közönséghez is alkalmazkodni. Na most ezt láttam, szeretnék gratulálni Pixának, nekem tetszett ez a dolog, attól függetlenül, hogy én nem hallgatok zenét, mert ugye elég régen minden hétvégén kénytelen vagyok rá, de kicsit így először meglepődtem, aztán rájöttem, hogy ez annyira nem is olyan kellemetlen az én fülemnek, és nem feltétlenül a mulatos részére gondolok, hanem arra, hogy mindig váltott. És éppen amikor az ember azt gondolta volna, hogy kezd picit unalmas lenni, akkor jött más. Nyilván ez tudatos dolog nála, nem véletlen. Nem tudom, hogy ezt a zenei stílusra erre hol lelt rá, vagy teljesen ilyen hirtelen ötletről, hogy valaki sugalta neki, de én azt mondom, ez marha jó irány. És ez nem véletlen, hogy ennyien kedvelik, ennyien követik, és ennyire örülnek neki egy adott szórakozóhelyen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Kellemes mulatás, már a szombat van, mindenki érezze jó magát, irány a diszkók, aztán óvatosan a piával, meg egyéb dolgokkal, gyerekek. Sziasztok!